A lakosság nagy részénél évről évre nő az igény arra, hogy a háztartásokban keletkező hulladékot a szabályokat betartva a megfelelő módon helyezzék el, azonban még mindig sokan szemetelnek a tilosban. Gyakran jelennek meg az illegális hulladék lerakatok az erdőkben, utak mentén. Mi közszolgáltatóként igyekszünk egy olyan szolgáltatást nyújtani a lakosságnak, amit ha valaki kihasznál, akkor gyakorlatilag nem keletkezhet olyan hulladéka, amitől ne tudna megszabadulni. Gondoljunk csak bele, hogy hetente minimum egy alkalommal egy 120 literes edényt minden háztartástól elviszünk. Rendelkezésre áll évi egy lomtalanítás. Nyíregyházán két hulladékudvar gyakorlatilag munkanapokon és még hétvégén is nyitva tartással ingyenesen adható le hulladék. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy amilyen illegális lerakók megjelennek az erdőszéleken, az nem azért van, mert az emberek ne találnának megfelelő legális kimenetet a hulladékaiknak, hanem igénytelenek, nem érdekli őket, vagy akár így gondolják, hogy saját maguknak némi pénzt spórolnak. Az ügyvezető hozzátette, szinte minden településen van olyan terület, ahová illegálisan helyezik el a hulladékot a lakosok. Éppen emiatt indította a kormány a Tisztítsuk meg az országot akciósorozatát. A program keretében az állami területek kezelői és az önkormányzatok is forrásokat igényelhetnek az ilyen területek megtisztítására. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több olyan önkormányzat van, amely az idei évben kapott erre támogatást. A települések ezeket a területeket az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Segítségével fogja megtisztítani.